Szeretettel köszöntöm tisztelt nézőinket a Lólépésben sakkmagazinban. Gunyec Zoltán műsorvezető vagyok, házi szakértőnk, nagymesterünk, Varga Péter nemzetközi mester, műsorvezető társam. Én is mindenkit üdvözlök. Az elmúlt adásunkban beszámoltunk 2016. augusztusának megyei és magyarországi sakkeseményeiről, tudósítottunk a Nagyidai Kálmán emlékversenyről, tudósítottunk a prágai korcsoportos Európa-bajnokságról. Az előző adásunk óta érdemi esemény a megye és az ország sakk életében nem történt, ezért a korábbiakhoz hasonlóan visszanyúlunk a régmúlthoz, és igyekszünk a tisztelt nézőinknek bemutatni Magyarország egyedi sakkultúráját. Magyarországon mindig voltak világszínvonalú sakkozók, még akkor is, amikor nem voltak még világbajnokok, nem voltak világbajnokságok, nem voltak nagy nemzetközi versenyek. Amikor az európai sakk felemelkedett és kialakultak a jelenlegi sakk játékszabályok, akkor az olaszok vitték a prímet a világ sakkozásában, a kalábriaiak, Olaszország déli részén termettek akkor a legjobb mesterek, ott volt a legnagyobb sakkélet a világon. A kalábriaiak áldozatoktól hemzsegő partiaikkal hívták fel magukra a figyelmet, varázslóknak hitték őket. Az első írásos feljegyzések szerint az 1600-as évek első felében a legjobb magyar sakkozó évtizedekig ki lenne más, mint egy magyar arisztokrata, gróf Batthyány Ferenc, dunántúli főkapitány volt, akihez gróf Nádasdy Ferenc még el is irányított egy olasz sakkmestert, egy utazó sakkmestert, hogy én bizony nem bírtam ezzel a taljánnal, de hát nagyságot, kegyelmes gróf úr, biztosan erőt vesz a taljánnak a hadállásán. A páros mérkőzés létrejöttéről igazából tudomásunk nincs, a partikról írásos feljegyzések nem maradtak, azok a levelek azonban bizonyítják, hogy már akkor is a Európában számot tartott magyar sakkozó is volt gróf Batthyány személyében. Az 1851-es év volt az, amikor az első világverseny összehívására sor került, ekkor Londonban rendeztek világkiállítást, és a legjobb angol sakkozónak, Howard Staunton-nak támadt az az ötlete, hogy létrehoz egy nagy világversenyt, meghívják oda a legjobb sakkozókat a világ minden tájáról, és egymás között egy szisztémában, egy ilyen kieséses szisztémával eldöntik, hogy ki lesz a versenynek a bajnoka, aki akkor már nem hivatalos világbajnoknak tekinthette magát. Ekkoriban a francia és az angol sakkélet vetélkedett a világ elsőségért, a magyar sakkélet is már komoly hírnevet vívott ki magának, mivel hogy 1842 és 46 között a pesti sakkör a világ elsőnek tartott párizsi sakkörrel levelező partikat vívott, egyet világossal, egyet sötéttel vívtak a pesti sakkozók, és óriási meglepetésre az esélytelennek tartott magyar sakkozók mindkét arányban legyőzték a verhetetlennek tartott párizsi mestereket. Ez nagyon megnövelte a magyar sakkozóknak az ázsióját. A legjobb magyar sakkozók ekkor Szén József volt, Löwenthal János és Grimm Vince. Grimm Vince arról is ismeretes volt, hogy ugye ekkoriban minden sakkozónak volt rendes polgári állása is, sakkprofizmus még akkor ugye nem létezett. Grimm Vince például arról volt híres, hogy a 48-49-es szabadságharcban ő tervezte és nyomtatta a Kossuth bankókat, ezen a király számára nem igazán áldásos tevékenysége miatt nem mert Magyarországon maradni, a török birodalomba menekült, Kossuthoz hasonlóan is Aleppóban telepedett le Murad Bey néven, és ott vett részt a török államszervezetnek a helyi vezetésében. Érthető, hogy ezek után, bár meghívást kapott, nem tudott elmenni a londoni világversenyre, egy szívhez szóló levélben mentette ki magát, amiben arra hivatkozott, hogy két évvel ezelőtt egy különös játszmát játszottunk, ahol a fejünk volt a tét és vesztettünk, gondolt itt a szabadságharcra, és emiatt nem utazhatott be Európába, nehogy a magyar király, osztrák császár emberei elfogják őt, és onnan kívánt minden jót a londoni sakkozóknak, a londoni versenyen sakkozóknak, kérve egyúttal, hogy Aleppóba számára, ha van valami sakkirodalmuk, valami sakkanyaguk, juttassák el. Löwenthal János Jakab
nem vett részt ezen a versenyen, részt vett azonban Szén József, aki fantasztikus sikert ért el ezen a nagy világversenyen. Egészen pontosan 5. helyen végzett a versenyen, úgy, hogy a későbbi világbajnoktól, a német Adolf Andersentől kapott ki csupán érdekes körülmények között, úgy, hogy a páros mérkőzésen először még vezetett is. Szén József egy jogász végzettségű magyar fiatalember volt, 1805-ben született, és jogász végzettség ellenére olyan állást választott magának, hogy sakkszenvedélyének kellően hódolhasson, Pest városának volt a levéltárosa. A sakk nem volt akkor még olyan nagy társadalmi elismertségű, mint manapság, és a levéltáros úr csupán éves szabadsága ideje alatt utazhatott különféle versenyekre, illetve külföldi mesterekkel páros mérkőzést vívni. Egyébként az első figyelemre méltó eredménye a francia sakkozás bajnokának, Labourdonnénak a legyőzése volt, ami szintén világszenzáció volt. Szén József, mint említettem, 5. volt a londoni világversenyen, ezzel 4.-5. helyre pozícionálták az akkor még nem létező világranglistára, és óriási tekintélyt vívott ki magának. Egyébként ő volt a vezér alakja az általa imént említett Pest-Párizs levelező sakkpartikat vívó magyar tímnek, ahol részt vett még egy olyan fiatalember is, aki tanácsaival segítette a magyar sakkozókat, ekkor figyeltek fel rá. Ez a fiatalember azonban a zenében vívott ki magának nagyobb hírt, mint a sakkban. Személyesen Erkel Ferenc volt, számtalan opera, a himnusz megzenésítője, számtalan opera szerzője. Szén József sajnos 1857-ben, 52 évesen tífuszban életét vesztette, ezzel a magyar sakkozás világszínvonalú, már akkor is világszínvonalú magyar sakkozás egy nagy alakját vesztette el, halálával a ranglista vezető magyar sakkozó Erkel Ferenc lett, aki a sakkban többre vihette volna, mint amennyire vitte, hát ha annyira nem is, mint a zenében, de jóval többre. Erkel Ferenc ugyanis, bár szenvedélyes sakkozó volt, neki az első mégiscsak a zene volt, és külföldi versenyen sohasem vett részt, bár számtalan meghívást kapott, sakk tudását azonban nem egy parti bizonyított, a többek között brilliáns partiban tudta legyőzni mentorát Szén Józsefet is. Szén József az első világhírű magyar sakkozó partiját szeretnénk a nézőknek bemutatni. A parti bemutatására és elemzésére Péter Nagymester, téged szeretnélek felkérni. Világosan játszott Szén József, és Adolf Andersen volt az ellenfele sötéttel. E4-jel nyitott ugye Szén, C5 volt a válasz erre. Ugye huszár F3, huszár C6 következett, ugye nyitották az állást D4-jel, C üti D4, huszár üti D4. Ugye ez a szicíliai változatnak egy alapállása. Ugye itt sok mindent lehet lépni, huszár F6-ot, E6-ot, vezér B6-ot, néhányan G6-ot is, habár az nem annyira. Habár mondjuk az is egy teljesen korrekt lépés, ugye, ha C4-et lépnek, azt is egy magyar játékosról, Maróczi Gézáról nevezték el azt a megnyitást, ugye jó volt ennek a megnyitásnak. D6 is előfordul. D6 is, igen, ott talán C4-et szoktak lépni, tehát sok minden lépés van. Ebben az időben, ugye, vagy itt ebben a játszmában most E6-ot választott a fekete, ami átment egy másik nyitásba, egy kicsit hasonlít a Svesnyikov állása, huszár B5-öt lépte, ugye világos a D6 pont megszerzéséért. De akkor még Svesnyikov nagymester születés előtt 100 évvel járunk. Igen, D6 következett, amire futó F4-jel ugye támadja a gyenge gyalogot, egyetlen E5, hogy ne tudják leütni a D6-ot, és futó E3-mal ugye visszább lépett világos ezzel a futóval, A6, következett huszár C3. Ugye. Visszakoztunk vele, futó E6 jött, amire huszár D5. Futó E-t helyett a huszár F6-ot szokták lépni, vagy a huszár G7-et, az a pontosabb változat. Itt huszár D5-nek ugye az a lényeg, hogy azonnal a D5
pontot, a gyenge pontot szállja meg világos. És tenni kell valamit, mert különben fenyeget futó B6, majd huszár C7 sakbástya. Igen, tehát ezt most le kell ütni, nincsen huszár F6, mert arra futó B6 következne. Futó üti D5, vezér üti D5, huszár F6, ugye fejlődünk, vezér B3. Úgy gondolom, hogy itt amúgy feketének idézelve semmi baja nincs, tehát itt kiegyenlített, de ugye hát nem csak a nyitásból áll egy sakkparti, van egy középjáték és végjáték is. D5-öt lépte fekete, meglepetés, de ugye azonnal a centrumot akarta kinyitni. Vezérüti B7 jött, amire huszár B4 következett, ugye, és nagyon-nagyon aktív állást ért el sötét. Huszár A3 egyetlen, ugye nem tudjuk meg védeni kell a huszár C2 sakkbástyát. Megengedni ugye a sakkbástyát, amire jött huszár üti E4, ugye megszereztük a centrumgyalogot, ugye azt szoktuk mondani, hogy egy centrumgyalogot egy vezérszárnyi, vagy akár, hát ritkában királyszárnyi gyalogért cserélünk, az nekünk mindig jó. Én úgy gondolom, hogy itt sincs semmi probléma, aztán persze egy-egy hiba az a partiba kerül. C3 logikus lépés, ugye most úgy tűnik, hogy nincs hely ennek a huszárnak. C6-ra nem tud vissza, mert leüti a vezér, és ugye más helyen meg ugye D3-on, C2 meg A2-n is le tudnám ütni. Bástya B8 következett, közbeiktatás. Ez az a lépés, ugye a közbeiktatást, amikor valamivel fenyegetünk, de egy még erősebb fenyegetéssel közbeiktatunk, tehát megtámadjuk most a vezért. A leendő világbajnok Andersen brilliáns támadó játékáról volt híres, tehát ő igazán nem az, aki beáll védekezni, hanem tréfásan mondva többet áldoz a táblán, mint egy római katolikus papa misén. Igen. Vezér A7-tel folytatta világos, amire ugye hát most visszamehetett volna C6-ra a huszár, amire ugye valószínűleg leütötték volna az A6 gyalogot, de hát nem ezt választotta, hanem D4-jel inkább ugye belement egy bonyolult taktikai állásba. Futó C4, ugye meg van támadva az E3 futónk, ugye ez ismét egy közbeiktatás, ugye az F7 pont, az F7 mezőre fenyeget a vezérrel ütni és mattot adni. Úgyhogy ez megint nagyon jó lépés, ugye a sánc, az azonnali sánccal akarja világos ugye a fejlődési előnyét ugye egyértelműen kihasználni. Huszár D6 jött, ugye mivel a C4 futót támadta, F7 pontot védte, erre egész egyszerűen C üti B4 következett, mire huszár üti C4 jött, huszár üti C4, és D üti E3 jött. És most ugye ezt vissza lehetne ütni, de nem ütötte fehér, hanem egy nagyon-nagyon jót lépett, elsáncolt rövidre. Ennek az az értelme, hogy a király a biztonságba került fehérnek, és azonnal játékba avatkozik a két bástya. Fekete pedig még nem fejlődött ki a futóval, és nem sáncolt el. Gyakorlatilag ez már idézem itt a parti. Én azt mondom, hogy szinte nyerő állásba került, de minimum egy gyalogot vagy kettőt ott fog fekete nyerni, vagy fehér nyerni. Jegyezzük meg, hogy a gyalog a F2-re beütni butaság volna, mert az F1 bástyával ütnénk vissza, az F7 ponton katasztrófa van, nem lehet máshogy védeni, mint mondjuk vezér D5-tel például, vagy F6-tal, és ez már ugye nem sok jóra kecsek, tehát ha F6-tal védenénk, arra következhetne például huszárüteőt, tehát hát további tisztelvaló támadás és óriási fenyegetések birtokába jutna világos, tehát nyerőállásba kerülhetne. Azzal csak a bástyának nyitná a vonalát, tehát egy újabb tisztámadásba jönne. E2-vel folytatta, ugye ezt nem nagyon engedhette meg fekete, bástya FE1. Ment, futó üti B4, és ugye bástya üti E2. Most már annyit elértünk, hogy ugye fekete kifejlődött. Na most itt szerintem egy nagyon nagyot hibázott. Itt inkább oda kellett volna adni azt a gyalogot, és minél gyorsabban elsáncolni fekete királlyal. Tehát itt el kellett volna sáncolni rövidre, és gyalog hátrányból megpróbálni a döntetlent elérni. De hát ugye annó nem volt jellemző ez a védekezés és a királyok biztonsága. F6-ot lépte, ami én úgy gondolom, hogy azonnal vesztő lépés. Vezérüti G7 jött, ugye a G7 gyalog, bástya F8, és
és vezérülti H7-tel nem egy, hanem két gyalogot vesztette, plusz még a királya is középen rekedt feketének. Tehát ez az F6 nagyon-nagyon rossz lépés volt, de ugye így is tudtuk megnyerni ezt a játszmát. Vezér D5 jött, ugye támadta a C4 huszárt, amire vezér H5 sakk, következett király D8, bástya C2 jött, ugye megvédte a C4 lovat, és bástya D1-gel, az utolsó nem játszó bástyánkkal fenyegetjük lekötni a D5 vezért, és ugye mögötte a D8 királyt. Király E7-tel kiment, ugye huszár E3 következett, támadjuk a vezért, F5 pontot megszerezzük, vezér E4, bástya C7 sakk, király E6, bástya C4-gel visszább zavarta azt a vezért, vezér B7, és bástya D1-gel az utolsó figuránkat is játékba hoztuk, F5, és itt egy nagyon jó lépés, G4 következett. Ami úgy tűnik, hogy meggyengíti a király, de fantasztikus pontot szerez ennek a huszárnak F5-ön. F4 következett, hát is végül is nem F5-re, hanem D5-re helyezte be ezt a lovat. Huszár D5 következett, és így gyakorlatilag feladta fekete az állást. Mindenféle fajta fenyegetés van, vezér G6 sakk, vezér H6 sakk, tehát bástya C7 is fenyeget, tehát itt gyakorlatilag a fenyegetések láttán feladta fekete. A leendő világbajnokot verte meg ezzel Szén úr. Hozzá tartozik még a verseny krónikájához, hogy Szén József, magyar nagymester rendes szabadsága idejére ment erre a londoni világversenyre. Hát bár akkor nem volt még munkatörvénykönyve, de a szabadságot Pest városának levéltárosa számára sem mérték bő kézzel. Május végén indult a londoni világverseny, és Szén József a páros mérkőzéseken szerencséjére vagy szerencsétlenségére tovább jutott, mindig megvert egy-egy ellenfelet, és letelt a szabadsága. Ezek után pedig, miután elment a szabadsága, felszólította Pest városa, hogy térjen vissza azonnal a hivatalába. Hát holmi sakkvilágbajnokság nem érdekli azért Pest városának magisztrátusát. Ez is igencsak lehet, hogy közre játszott abban, hogy elvesztette a lendő világbajnokkal a páros mérkőzését vezetés után. Nem kell különösebben magyarázni, hogy mennyire demoralizálja és megtöri egy embernek, egy játszónak a harci morálját, amennyiben ugye egzisztenciájának elvesztésével fenyegetik. És a történtekről beszámolt még akkor a Pesti Hírlap is, tréfásan, sakkosan fogalmazva meg a versenyről való tudósítást. Valahogy úgy írták, hogy Pest városának levéltárosa még mindig Londonban mulatja az időt, és erős terveket költ, hogy újabb sakkellenfele felett erőt vegyen. Mint halljuk, azonban megintetett Pest városi tanácsától, hogy fedezetlenül maradó állását egy futó lépéssel fedezni igyekezzék, mert a kifogások bástyájával többet már nem léphet vén, legjobban teszi, ha egy futó lépéssel fedezetlenül maradó állását megőrizni igyekszik. Hát végül is, ugye július végén kapott ki a leendő világbajnoktól Szén József, és hazautazhatott, így megmenekült, megmentette egzisztenciáját, állását, elvesztette viszont a világbajnoki cím megnyerésére a reményeit. Egyéb iránt a későbbi világbajnok Adolf Andersen is úgy nyilatkozott Szén Józsefről, hogy az egyik legkeményebb ellenfele volt a londoni versenyen, és igazán nagyra becsülték és tisztelték egymásnak a játék erejét. Mint említettem, Szén József kortársai, Grimm Vince ugye a szabadságharc elvesztése után Törökországba települt át, Löwenthal János Jakab folytatta a sakkpályafutását, neki azonban egy olyan szerencséje volt, hogy élete szerelmét, a sakkot az egzisztenciával is össze tudta kötni. Löwenthal nagymester az Angol Sakkszövetség titkára lett, és ezzel fényes és biztos álláshoz jutott, emellett tudott sakkozni, és nagyon sok sikert ért még el, még a fiatal Murphy-t, a későbbi csoda amerikai világbajnokot is volt, hogy meg tudta verni.
Erkel Ferenc lett szénhalála után a vezető magyar sakkozó. Mint említettem, a világszínvonalú zeneszerzőnk, aki meg tudta alapítani újra a pesti sakkört, 30 évig vitte és szervezte és népszerűsítette a sakkot Magyarországon, nem csak mint a legerősebb szénhalála után a legerősebb magyar sakkozó, hanem a magyar sakknak a legjobb, legeredményesebb napszámosa volt, felfedezte a fiatal tehetségeket, nevelte, tanította őket, és a magyar sakkélet szerencsétlenségére, de a zenének és a sakkozó fiataloknak a szerencséjére külföldi versenyre nem ment el. Szén halála után elismerten Erkel volt a legjobb magyar sakkozó, amit egy olyan parti is bizonyít, amikor Erkel Ferenc magát Szén Józsefet tudta legyőzni. Világossal játszott Erkel Ferenc, és Szén József volt ugye sötéttel. E4 következett, amire E5-tel válaszolt. Sötét, huszár F3, huszár C6, futó C4, és futó C5. Ugye ezt levezhetnénk olasz megításnak, de itt egy meglepő gyalogáldozat, ugye abban az időben nagyon sokszor játszották ezt, ugye B4 következett, és ezt Evens cselnek nevezték el ezt a lépést. Futőüti B4-jel világos elfogadta, sötét elfogadta, C3 következett, futó C5, ez talán egy kicsit pontatlan, inkább A5-re, vagy E7-re, vagy manapság az egyik legnépszerűbb a futó D6-ra is szokták vinni. Elsáncolt világos, D6, következett D4, E-üti D4, C-üti D4, futó B6. Az első azt kell tudni, hogy ugye világos gyalogot áldozott a fejlődési előny megszerzéséért, és a gyors tisztjátékkal ugye a fekete király szeretné megtámadni. Futó B2 következett, ugye nagy átlóra tette ezt a futót, huszár F6-tal fejlődött sötét, amire huszár BD2-vel, ugye B huszárral lépett D2-re, megvédte az E4 gyalogot, D5 következett, valószínűleg itt is inkább sáncolni kellett volna. Ez a D5 ugye egy túlságosan magára hitja az állást. Ugye mai fejjel ez ugye azért rossz lépés, mert ellent mond a sakk alapelveknek. Ugye egész egyszerűen E-üti D5 következett, huszár-üti D5, és gyakorlatilag saját király elnyitotta az E-vonalat. Futó A3 jött, nagyon fontos lépés, ugye nem engedi sáncolni a fekete király, ugye az F8 pont miatt. Futó E6, és erre pedig huszár E4 következett. És ugye itt egyértelmű aktív tisztjáték fog következni. F6 jött, ugye ez huszár G5 ellen lépte, huszár E-ről G5-re, vagy F-ről G5-re fenyegettünk menni. De erre pedig bástya E1 érkezett. Ugye az E-vonali felfedések fenyegetnek, az E6 futó E8 király. Király F7 jött, és itt elkezdődött egy picit a tűzijáték. Huszár D6, megdöbbentő és meglepő lépés. Nem nagyon tudok mit csinálni, ezt le kell ütni, C-üti D6, és egy újabb áldozat, bástya-üti E6 következett. Amit el kellett fogadni, megint nem tudott mit csinálni, királyüti E6, de futőüti D5-re ezt már nem üthette vissza, akkor gondolom ezért B3 bástya egy az összes figura támadásba lép. Hát egy néhány lépéses matt. Úgyhogy ezért király D7-et lépte, fekete király, tehát ott még úgy tűnik, hogy most viszonylag biztonságba került ez a fekete király. Bástya C1-el ugye az utolsó nem játszó figurát is hozta fehér. C6 pont felé kacsingatott, bástya C8, és vezér A4. Ugyan ugye a vezérre kötés hozott létre. Nem engedte, hogy király C7-et lépje, mert akkor bástya üti C6-tal minőség áldozat, és a B üti C6-ra pedig vezér üti C6, király B8, vezér B7 mattot tervezett világos.
nem nagyon volt más lépni, G6-ot lépte, nem igazán van jó lépés. Talán Bástya E8 jobb lett volna, hogy hozzuk a nem játszó Bástyánkat. Futőüti C6, ugye visszaütött B-vel, B-üti C6, megérkezett D5, ugye ami kihasználja a kötésben lévő C6 gyalognak a gyengeségét, Bástya E8 jött, amire D-üti C6 sakk, király C7, ugye melyik figuránk nem avatkozott most még mindig közbe, ugye a király átvándorolt a vezérszájra, ugye most az lett a király szárnya sötét királynak, huszár D4-jel jött a huszárom, Bástya E5, huszár B5 sakk következett, nincs mese, Bástya üti B5-öt kellett lépni, vezér üti B5, vezér E7, próbált jönni a vezérrel, de Bástya D1-jel, egy gyenge D6 gyalogra ismét hihetetlen nagy támadás irányult. Bástya D8-al megvédte, és vezér A6 jött, amire király B8, szintén egyetlen, és király F1 következett. Ugye ez megint fura lépés, de hát ugye ne legyen gyenge az alapsor. Ugye most a D6-ra való ütés fenyeget, és ezt nem is nagyon tudta kivédeni fekete. Vezér C7 jött, de Bástya üti D6, ugye ez gyakorlatilag azonnal megnyerte a partit, Bástya E8-at lépett, Bástya D7, vezér C8-ra, pedig egy nagyon szép mattal fejezte be, gyalog mattal, világos futó D6 sakk, király A8, és vezér B7, nagyon szép sakk, és vezér üti B7, C üti B7, az ritkaság számba a menü, gyalog mattal végződött ez a parti. Hát egy fantasztikus, jó támadó parti volt, és egy nagyon-nagyon jól vezetett és nyerő parti lett ez Erkel Ferenc részéről. Én azt hiszem, hogy ha valaki a világranglista 4.-5. helyezettjét így meg tudja verni, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy nem csak a zenében, hanem a sakkban is maradandót tudott alkotni. Az biztos. Ennyi fért a mai adásunkba, köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Viszontlátásra!